irgalmasságodat mutasd meg, Uram, és üdvösségedet add meg nékünk. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Aki szeret engem, megfogadja szavamat, Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokasságot tanította. Eközben anyja is rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak vele. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged! Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszt halála és feltámadása által megváltson minket. Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kerességben kapott kegyelmekért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, te azért küldte le hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezünk az örök világosság országába, ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.